2000 óta minden paralimpián volt pécsi érmes úszó, ez az egyik legerősebb vidéki bázis. Sydneyben Pásztori Dóra és Kovács Ervin kezdte a sort, majd Pekingben folytatta a jó szereplést Sors Tamás. Konkoly Zsófia Rióban egy bronzéremmel mutatkozott be, Tokióban pedig egy arany és két ezüstérmet szerzett. Én tényleg a Sors Tamás miatt, mert láttam 2012-es paralimpián, hogy aranyérmet szerzett, és nagyon motivált, hogy szerettem volna és ezt elérni. Remélem, hogy én is valakit ezzel így megfogtam, így a tokiói érmem kapcsán, vagy az eredményeim kapcsán, és bízom benne, hogy ők is így kinevelődnek, és valamilyen versenyszerű sportot elkezdenek, vagy az úszást folytatják. Pécsre látogatott a Magyar Paralimpiai Bizottság delegációja, hogy megtekintse a pécsi sportiskola paraúszó utánpótlásának edzését. A szakemberek erős, innovatív bázisként írták le a pécsi műhelyt. Igen, ez egy nagyon izgalmas és innovatív közeg, ami Pécsett az úszás kapcsán megvalósul hosszú évek óta, és egy nagyon figyelemre véltó munka, amit az ország minden szegletében, hogy mondjam, meg kell fontolni, hogy hogyan kell lehet ezt követni, és meg kell tanulni, el kell lesni az itteni titkokat, meg az itteni tudást. Biztos, hogy számít az is, hogy minden paralimpián mind 4 évről 4 évre jön a siker, mert ez inspirálja a következő versenyzőket, pont amíg itt az uszoda előtt már találkoztunk egymással és beszélgettünk a tapasztalatokról, akkor mesélték, hogy adta tovább Pásztori Dóra Sors Tamásnak és Sors Tamás Konkoly Zsófinak és így tovább a stafétabotot, vagy a képzeletbeli stafétabotot. Elkötelezett edzők, sokat dolgozó munkatársak, akik nem szégyellenek végig talpalni az óvodákon, meg az iskolákon, vinni a hírét a paraúszásnak, meg egyáltalán az úszásnak. Sok összetevős a titok, de megéri, mert a végén aztán itt van az eredmény. A Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára Úr Anita hangsúlyozta, Pécsett nem csak paraúszásban, hanem egyéb sportágakban is jeleskednek a sportolók. Gratulálunk ehhez a kiváló munkához. Nagyon jó érzés, hogy tulajdonképpen nem csak Budapesten van bázis a fogyatékosok sportjának, hanem Pécs ez egyik nagyon erős bázis. Úszásban valóban paralimpiai aranyérmekről beszélhetünk. Most ugye Konkoly Zsófia nyert, az előző paralimpián egy ezüstérem sikeredett, előtte pedig aranyérmek sorban. Úgyhogy szerintem a város is büszke lehet a paraúszókra, mi is azok vagyunk. És azért azt is el kell mondanom, hogy nem csak paraúszásban van kiemelkedő teljesítmény itt Pécsen, hanem bocsában is, kerekesszékes kosárlabdában is, csörgőlabdában is igen-igen sokat foglalkoznak a sportolókkal. Sós Csaba szövetségi kapitány is kiemelte a hosszú évek óta tartó pécsi sikersorozatot, hiszen Pécs városa a paralimpiák történetében 6 arany, 11 ezüst és 9 bronzéremmel büszkélkedhet, de nem szabad megfeledkezni a számtalan döntős helyezésről sem. Hát nincsenek csodák, tehát ott van tartósan siker, van előzménye, amit tradíciónak hívnak. Hát itt is már 84-ben ugye a Hoffmann révén volt arany a parába, de az úszók is mindig erősek voltak a pécsiek, hát mert 8 évvel ezelőtt is volt érem, meg 5 évvel ezelőtt, ugye, mert most nem 4, hanem 5 év volt az olimpia, és éppen érem közelben volt. Vicceltem is a Kenderesivel, hogy ugyanúgy csak 2 külföldi előztem, mint Rióban, de hát ez most nem volt érem. De a viccet félretéve ezek nagyon komoly eredmények és tartósak, újra termelődnek. Ami a legfontosabb, amiről kevés helyen beszélnek, hogy ugyanezt történik az edzőkkel is. Itt az edzőket is nevelik, hát a Jansi Kárpi, ugye, aki a Konkoly Zsófi edzője, a Tolya bácsi segédjének volt a segédje a legelején. Ott pallérozódott, ott tanulta meg a szakma fortejait, aztán később már kvázi társként, tehát teljes értékű emberként volt mellette, majd önállóan. És hát egy bonyolult pedagógiai helyzetet oldott meg jól, és szakmailag is. Hát a Zsófi túl az ott nyert, paralimpián úszta a legjobb időeredményeit, úgyhogy ez egy szakmai bravúr volt. Konkoly Zsófia elmondta, hogy érzi már ő is, hogy felnéznek rá a gyerekek, ugyanúgy, ahogy ő annak idején Sors Tamásra. Néhány ember mondta már, hogy igen, és úgy tekint rám, ez nagyon jó érzés, és hatalmas nagy felelősség, de remélem, hogy ebben a fejben is odaértem. Fancsali Orsolya vezetésével jelenleg 10 paraúszó tanulja az úszás alapjait.